Kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy bejelentés érkezett hozzám, tehát nyilván még a régi beidegződések alapján, hogy itt vagyok a Szabadság utca végén, itt azon a területen, ahol régen csak így az érpadakjuk, hogy barnáik is, meg hogy tudják ezt, meg a mezőrök is, tehát itt, ahol régen moszaték laktak egy ilyen romos házban, és azt jelezték nekem, hogy nézzem már meg, mert itt ezen a portán, ahol volt egy szerelőakna, ott oda már megint kezdik kihordani a szemetet. Tehát nyilván most ezt megmutatom, de azt szeretném kérni, hogy már majd máskor ezeket ne az én irányomba tegyék, hanem nyilván az önkormányzati képviselőtestület irányába, Simon Barna, alpolgármester lett, úgy tudom, Nória irányába, mezőrök irányába, és nyilván ők majd ezt akkor reméljük, bízunk benne, hogy ezt majd eltakarítatják, meg rendezik ezeket a szemetelési folyamatokat, visszametszik. Tehát már csak azért is, mert ahogy az én időmben a képviselőtestületnek a tiszteletdíj az 10.000 forint volt, bruttó 10.000, most pedig mivel már ötször annyit szavaztak meg maguknak, biztosan ötször olyan jól fogják csinálni, meg ötször olyan gyorsan is. Tehát csak ezt most megmutatom akkor ezt a szemet, és hogy ide kezdik, tehát ezért jelezzük, meg önök is kérem, hogy jelezzék számukra, hogy most itt a Szabadság utca végén valamilyen bontó mesterek itten látszik, hogy különböző tévéket, kocsi alkatrészeket, kocsinak a különböző ilyen üléseit szétbontották, látszik a vasat és az egyéb ilyen fém tárgyakat kiszedték be, és annak a hulladékát pedig idehozták. Hát ilyenkor nem ide kellene kihozni, hanem lomtalanítás azért van, hogy akkor ki lehetne ezeket rakni, majd ezt próbálják mondani, reméljük a önök is a többieknek, hogy ne csak mindig ezt mondom, ne csak ígérgetés, hanem norma felmutatás is. Tehát ezeket mondom a lomtalanításkor kellene kirakni az utcára, és akkor nyilván akkor ezt elviszik az adott szemétszállító cégei, és nem kéne ide hordani, és jó lenne tényleg, hogyha ez befejeződne, akkor megmutatom ezeket. Tehát itt látszik, hogy autógumi abroncsok vannak, itt látszik egy bontott tévé, és itt egyébként ez megdöbbentő, tehát itt, hogy itt szétszették itt az autónak az üléseit, a rugók és a fém dolgok ki vannak, és itt van szétdobálva a műanyag és a szivacs tárgyai. Hát, hogy kihoztak ide egy ilyen rossz fotelt is. Itt látszik, itt vannak az üléshúzat, itt van egy szélvédő összetörve, nyilván ott is egy másik ülés, és tudom, hogy milyen, nem derül ki belőle, igen, nem derül ki, hogy milyen, akkor bicikli gumi belső, itt látszik itt a, szintén itt is az üléshúzat, hogyha valaki ráismer, hogy kinek a kocsija lehetett ez, akkor szerintem itt ezeket. Különböző olajos flakonok, és ez brutális tényleg, hogy itt ezek a néhány kis drótokért, itt van szétszedve, itt vannak az ülét is, egy ülésdarab, itt rengeteg szivacs szétszedve, itt. Rengeteg szivacs. Itt. Látszik. Itt van itt van ezen a portán, itt van egy szerelőakna. Nyilván itt ez tele van flakonnal. Itt a szivacs darabok, ez tényleg megdöbbentő egyébként, hogy mennyi szivacs van itten. És akkor itt még egyébként, tehát itt ezt kellene majd a mezőröknek is szólni, hogy
mezőőr, mert egy van most, úgy tudom. Tehát itt pedig van egy nagy gödör, és ide hordják ide a folyamatosan a különböző ilyen háztartási gépeknek a maradványait. Tehát látszik, hogy mosógép, hűtőszekrény, stb. Ezek vannak itt szétberhelve. Megmondom, személyautóknak is ide hordják ezeket. Ezt mondom, ezt most szóltak nekem a héten. Mondom, majd, hogyha erre járok, akkor kinézek már, de aztán látszik itten. Ott is tévé. Tévé maradványok. Ott is egy másik tévé. Nem tudom, ki lehet ez a bontómester, vagy itt Térpatakon, aki itt ezeket látszik, hogy háztartási eszközök, az mint az úgy tűnik, mint hogyha az mosógépek szétbontásából származna, azok a forgótárcsák itt. Ugye ott van egy hűtő szétbelezve, nyilván csak a műanyag részek vannak, látszik itt kidobálva, meg a kocsiból nyilván itt a műanyag és gumi és szivacs maradványok. Látszik minden, ami fém tárgy volt, azt gondosan le van szedve, és nyilván ezt a... Csak mondom, meg kéne mondani ennek a bontómesternek, meg nyilván majd itten, hogy tehát azoknak, akik ilyenekre hajlamosak, hogy mondom, a lomtalanításkor ezt ki lehet vinni, meg egyébként a hulladékudvarba is be lehet szállítani egyébként, tehát havonta egyszer be lehet vinni ezt, és akkor ezt próbálják meg egyébként. Tehát ez ne folytatódjon, mert látszik, hogy valaki itt nagyon rá van állva, tehát hogy ide erre a portára hordja. Látszik itt a sok szemetet. Ezt nem tudom, ez micsoda, ez ilyen porszívónak a valami maradványa. Vannak a friss bontásnak a termékei, eredményei. Jó, végül is, tehát hogyha, mondom, hogyha megkértek, és hogyha hozzám fordulnak, akkor nyilván én is próbálom egyébként nyilván ezt az új vezetés tudomására hozni. Csak végül is, tehát ez a lényeg, hogy most már az új képviselőtestületnek kell ezeket egyébként jelezni. Nyilván mondom, biztosan azért szavaztak meg ötször annyi fizetséget maguknak, mert ötször olyan jól akarják majd végezni a dolgokat, és nyilván vannak új közmunkások, és így ebből fakadóan majd azokkal megoldják a dolgaikat. De mondom, nekem már más teendőim vannak, más feladataim, és nyilván ezért én azokkal foglalkozok elsősorban. De nyilván, hogyha nem fognak odafigyelni ezekre a tendenciákra, akkor ez sajnos ez a szemetelés is be fog indulni, és el fog burjánozni. Tehát ez, azt gondolom, hogy nyilván ez egy jelzés azért, hogy ezekkel foglalkozzanak, mert mondom, komoly problémák is származhatnak, hogyha ezek, ahogy elindulnak, ez mindig olyan, mint egy lavina. Tehát minél később van beavatkozva, annál nagyobbá fog duzzadni, és annál kezelhetetlenebbé fog válni. Jó, tehát végül is én csak ennyit akartam. Még amit itt a képviselőtestület tiszteletdíjával kapcsolatban, tehát úgy, hogy 10.000 forint mindenki, tehát a Kócon Miklósné Margói is, csak még mondom, ilyen trükkösen a nyírbogáti módszer alapján még minden testületi tagnak még megszavaztak 40.000 forintot, egyiknek azért, mert bizottsági elnökké tették, ez egy ilyen formális titulus, és a 20.000-et pedig úgy adtak a bizottsági tagoknak, hogyha nem volt elnök, akkor két bizottságba betették, és 2x20.000, tehát a képviselői tiszteletdíjat így egészítették ki 50.000 forintra. Mindig ezt mondtam, ez nagyon-nagyon sok az érpataki költségvetéshez képest, tehát ez több mint 2%, 2,5% van, és még pluszba behoztak egyébként még két embert a képviselőtestületbe, díjazásért Orgován Csabikát és Nagy Miklóst, Herót is, tehát az még
havi 2000-20 000 forint, ami terheli érpatak költségvetését. Nyilván ez az ő dolguk, önök meg az érpatakiak erre felhatalmazták őket, ők annyit szavaznak meg, amelyet akarnak maguknak, csak mondom, ezt szeretnénk, hogyha ez így, ennek lenne valami értelme, tehát hogyha az első lépésben már ennyire tudták önmagukat díjazni, tehát mondom, 5-ször olyan összegért végzik a munkát, mint az én vezetésem alatt a képviselőtestület, akkor ez nagyon jó lenne. És ráadásul nagyon bestelen módon, éppen Kócon Miklósné Margóval még úgy kicsesztek, hogy ő marad a 10 000 font, és aki behozta a képviselőt, Orgován Csabika is a dupláját kapja, mint Margó, meg Heró is, tehát Nagy Miklós is a dupláját kapja. Tehát azt gondolom, hogyha ezt megcsinálták, akkor biztosan azért csinálták, mert nagyon akarnak dolgozni, és komoly úgymond erőfeszítéseket akarok tenni érpatak problémáinak a megoldására. De nyilván, hogy látjuk ezeket a tendenciákat, tehát nem abba az irányba hatnak a történések, de azért bízunk benne, imádkozzunk azért, hogy hát ha, tehát azt mondom, hogy jól fogják csinálni, és nyilván annak megfelelően kézben tartják az érpataki folyamatokat, és nyilván a problémákat nem engedik majd elharapózni, hanem bízunk benne, hogy szakértelemmel meg fogják oldani, de nyilván mondom, vannak bennem kérdőjelek, látva mondjuk a munkavezetőt, Rácz Józsikát, stb. De nyilván ezt majd ők tudják, majd figyelik önök is, és nyilván annak megfelelően csinálják. Tehát csak annyit akartam, hogy tehát nekem is jelezhetik, de nyilván már a hatáskörünk, jogkörünk megváltott, most már nyilván az ő feladatuk, ő elsős rendű teendőjük, hogy oldják meg, és ezért kérem, hogyha lehet, akkor nyilván az ő irányukba is jelezzék. Nyilván, ha nekem jeleznek, akkor én mindenképpen fogok azokba az ügyekbe intézkedni, nyilván állampolgári és jogvédő tevékenységemnek megfelelően, amit régen is gyakoroltunk, tehát azt nem adtuk fel, de nyilván hivatalosan, tehát már az aktuális polgármester, alpolgármester, képviselőtestület irányába kell a bejelentéseket megtenni. Nyilván, hogyha tudják a mezőrök számát, vagy ismerik őket, akkor őnekik is lehet mondjuk ezeket a kültörti szemeteléseket jelezni. Jó, akkor nagyon köszönöm, hogy meghallgattam, én is most teljesen véletlenül jártam erre egyébként, tehát azt mondom, hogy én is úgymond takarítással foglalkoztam most a mai nap, mi is összegyűjtöttünk sok szemetet, csak mondom, mi ezt törvényes úton elvittük a szükséges tárolókba. Jó, tehát azt mondom, hogy köszönöm, hogy meghallgattak, és ennyit kérek, hogy ha lehet, akkor álljanak mindig az igaz ügyek mellé, és akkor azt gondolom, hogy akkor megfelelő értelmet kap az életük, és nyilván bízunk benne, hogy isteni segítségre is úgymond abban is részesülnek, és azt gondolom, hogy így érdemes élni az életünket. Nyilván mondom, én nekem már most a közéleti tevékenységem az egy kicsit kisebb lesz, visszavonultabb lesz, nyilván át kell gondolnom, mondom, a további feladataimat, amit már mondtam, hogy volt, építettem egy oszlopot az én Istenemnek, nyilván a Bass Albert előhangja szerint biztosan ismerik, hanem akkor ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, és nyilván abból látszott, hogy azt először azt mondták, hogy ez az oszlopot nem érdemes építeni, mert úgy sincs értelme, és írta is Bass Albert, hogy ezt az ember az hitből és homokból építette, apró porszemekből, aztán nyilván azt mondták, hogy majd jön a szél, és majd le fogja dönteni, és nem döntötte le, és utána pedig nyilván úgy döntöttek, hogy akkor ez az ember egy csaló, és akkor ők döntötték le, tehát így van ebbe a műben, hogy akkor berontottak az ő házába, a házának udvarára, és ledöntötték, mert azt mondták, hogy csaló, gazember, varázsló. Ledöntötték, és nyilván az én feladatom az, hogy most akkor újra kell kezdenem, majd azt mondom, hogy újra kell építenem egy oszlopot majd az én Istenemnek, csak nyilván ennek az oszlopnak a rítusát, a tevékenységi körét, úgymond azt még ki kell, hogy alakuljon, hogy meg kell találnom azt a feladatkört, amiben újból fogok építeni egy, azt gondolom, egy szép és maradandó oszlopot, egy világító tornyot, majd még az én Istenemnek ebbe az életembe, és akkor nyilván én már most ezekkel foglalkozom, ezeket keresem. Jó, akkor nagyon köszönöm, mondom, hogy meghallgattak, és lehet, akkor mondom, nekik jelezzék, ha hozzám fordulnak, akkor én ezt fogom mindenképpen továbbítani irányukba. Remélem ez a videó is erre fog szolgálni. Köszönöm, Isten áldja önöket!